Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Mielőtt értelmezném a képek jelentését, felhívnám valamire a figyelmeteket. A születési horoszkópunkban van két kármikus csomó. Az egyik a lefele mozgó hold csomó Ketu, ami utal a múltra, mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Ketu mutatja a befele tekintést és jelenti az érzelmeket. Október 29-éig Ketu még a mérleg jegyében volt, és október 30-ától kezdve 2025 áprilisáig a szűz jegyében lesz. Ezzel szemben van Rahu. Rahu jelenti a jövőt, az anyagiakat, kifele tekint, megvilágít valamit, jelent változásokat. Október 29-éig még a Kos jegyében volt, és 30-án áttért a Halak jegyébe, és ott maradt 2025 áprilisáig. Ha tudni szeretnéd, hol, melyik életterületen hat ez ki rád, akkor megírhatod a születési adatokat órával együtt, ha ez lehetséges, ezt megkapod ingyen. Azon kívül rákérdezhetsz arra is, hogy hol volt Ketu, és hol volt Rahu a születésed pillanatában, melyik jegyben, melyik életházban, ezt is ingyen megkapod tőlem. Tehát ez az akció jelenleg, és örülök, ha van érdeklődés. Amit még megemlítenék, hogy ez az energia hasonló volt 2005-ben. Akkor is a Halak jegyéből és a Szűz jegyéből hatottak a kármikus csomók 2005-ben. És most megtekintjük a szerelmi jóslást. Péntek itt látható. Itt felül ezek a kártyák adnak egy tanácsot. Pénteken az a tanács, hogy légy visszahúzódó, tekints befele, ez olyan Ketu energia, vagy az új hold energiája. De ez, ami szükséges számodra. Itt megjelenik a király és a királynő, ez utal rád és a társadra. De másképp kezelitek a dolgokat. Ez a király a kezében tartja az arany érmét, ami fontos számára az anyagiak, a munkahely, a hivatás, az értékek, ott akarja elfoglalni a helyét. Az érem jelenti a föld elemét is, tehát olyan nyugodt, figyelgeti a dolgokat, nem sieti el az eseményeket. Te, mint királynő, uralkodsz a levegő eleme felett. A levegő eleme aktív, döntéseket hoz, beszélgetni akar. De ő visszahúzódó. A tanács az, hogy te is légy visszahúzódó. Ő majd jön magától. És ez már látható szombaton. Itt a tanács az, hogy olyan játszadózva kezeljétek a dolgokat. Mindkét kártya a víz elemére, tehát érzelmekre utal, és ez a férfi érzelmekkel közeledik hozzád, megérint téged, akar egy párkapcsolatot, és az ő szemében te vagy itt a királynő, aki uralkodik a víz eleme felett. Ő nem akar beszélgetni, de kimutatja az érzelmeit, az érzelem, ami számára fontos. Vasárnap előre mennek így a dolgok. Itt láthatóak az érmék, tehát értékekről, anyagiakról vagy a munkáról van szó, de itt még a munkahelyen vannak korlátozások. Lesz változás, hiszen itt is látható, hogy előre kell, hogy menjenek a dolgok, és itt is látható az irányváltoztatás. Elhagyod az egyik partot, közeledsz az új part fele. Vannak tervek, elképzelések, különösen ami az anyagiakat, vagy a munkahelyedet illeti, vagy azt, hogy mi vagy ki értékes számodra. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!